Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk, elég jól fölkészültünk, és az első félidő azt mutatta, hogy úgy gondolom, hogy eléggé uraltuk is a játékot, függetlenül attól, hogy azért az ellenfelünk is elég sokszor tudott nyomást gyakorolni ránk. A második félidő még inkább a mi elképzelésünknek kellett volna érvényesülnie, ha nem kapjuk ezt a gólt a második percben, ami azért egy elég komoly figyelmetlenség volt a kapunk előtt. Én úgy érzem, hogy ebből a mérkőzésből győztesen bármelyik csapat kijöhetett volna. Talán azt nem mondom, hogy mi jobban akartuk, mert az ellenfél sem akarta kevésbé jól, és nagy nyomást is helyeztek ránk, meg próbálták eldönteni a mérkőzést. Ezekből a kontrajátékból egy kicsit talán mi jöttünk ki jobban, a végén meg még biztosabbá tehettük volna a mérkőzést. De én mind a két csapatnak gratulálok, mert egy kiváló mérkőzést játszottunk. Nagyon nehéz ilyen mérkőzés után valamit mondani. Az a véleményem, hogy tudtunk, és azt hiszem, hogy az ellenfél semmivel nem lepett meg minket. Tudtunk, hogy szervezetten védekeznek, és átmenek gyors támadásokba. Az első fél időben lehet megmondani, hogy nálunk volt többet a labda, csak sajnos sokkal bátrabban kell a 16-os előtt is 16-osba támadni, csak ebből születhetnek a gólhelyzetek. Nagyon kevés olyan veszélyes helyzetbe, vagy veszélyes helyzetet tudtunk kidolgozni, amiből gólt lehet lőni. Utána hibáztunk, amikor fölöslegesen kinyitottunk a területet, és ebből született az első gól. Gondoltam, hogy a fél időt kihasználtunk arra, hogy kicsit rendbe tettünk a játékot. Nagyon jó volt az, hogy sikerült gyorsan egyenlíteni. Nagyon egyszerű beadás, és odafigyeltünk a labdára. Sajnos utána az, ami már megtörtént az előtti hazai mérkőzéseken, amikor a játékosok, nehéz megmondani, hogy akarnak győzni, mert lehet, hogy kívülről nem úgy nézett ki, de többet támadnak, többet foglalkoznak a támadással, lehet megmondani, hogy kapkodnak. Megint a második fél időben nem volt olyan sok gólhelyzet, sokkal több gólhelyzetet kell kidolgozni nekünk, és utána lehet, hogy fogunk örülni a három pontból is. Sajnos nem csak a gól előtt, de azelőtt is volt több olyan helyzet, amikor teljesen kivoltak nyitva a területek a védelembe. Tudtunk, és én a padról is többször beleszóltam, hogy vigyázni kell erre, és meg kell állítani a gyors támadásokat. Ilyen gyors támadás után néhány perccel a vége előtt kapni gólt, nagyon nehéz valamit erre kitalálni. Utána már játszottunk csak három védőre, de megint nem sikerült valami gólhelyzetbe jönni. Az a véleményem, hogy otthon is kell figyelni, vagy a hazai pályán kell figyelni a védekezésre. Nem lehet csak avval foglalkozni, hogy támadni fogunk. Csak ha támadunk, akkor több gólhelyzetbe kell jönni, érkezni, és az a véleményem, megint az egész mérkőzés, főleg a második fél időben többet fölöslegesen estünk, azt vártunk, hogy a játékvezető nekünk adja valami előnybe hoz, csak egy csatárnak a 16-osba küzdeni kell, csak jó csatárt tartják, jó csatárnak nem kell beszélni, hogy mikor szabálytalanság van, vagy nincs, jó csatárnak oda kell érni, és a kapura kell lőni. Sajnos ez nekünk nem sikerül. Nehéz helyzetben voltunk, most lehet megmondani, hogy még nehezebb helyzetben vagyunk, mert mindig hiányoznak a pontok. Pontokat össze kell szerezni, ki kell találni, hogy. És mert ha csak védekezéssel fogunk foglalkozni, akkor gólokat nem fogunk rúgni. Nem lesz egyszerű. Remélem, hogy senki nem hagyta abba, és mindenki fog még dolgozni, és fogunk küzdeni azért, hogy bent maradunk abban.